Az országos könyvtári napok keretében Bauer Barbara írónő érkezett a Kertész László városi könyvtárba. Az írónőnek már a 15. könyve jelent meg. Az eseményen az érdeklődők a legújabb kötetének megszületéséről, a könyv írásának folyamatáról hallhattak bővebben. Legújabb regénye Most élsz címmel jelent meg. Elsősorban Máté Péter dalokból építkező fikciós regény, archív anyagok, a családtagok, ismerősök és egykori zenésztársak visszaemlékezésén alapulva íródott. Nagyon érdekes, mert alapvetően nekem valami csíra elindul a fejemben, és így születnek a könyveim, kettő kivételével, és mind a kettő életregény. Az egyik Venkém Krisztina volt, akit nem én találtam ki, hogy szeretnék róla írni, hanem Szabadkígyóson jártam, és ott gyakorlatilag elültették ezt a kis magot az én fejemben. És Máté Péter, akinek szintén egy életregényt álmodtam aztán meg, az ő ötlete is nem az én fejemből pattant ki, hanem Herendi Gábor filmrendező fejéből. Úgyhogy először egy forgatókönyv készült, egy forgatókönyvet írtam az ő történetéből. Valamilyen szempontból fikciós regény, de nagyban támaszkodik az életbeni eseményekre, és nem a bulvárból építkezett a könyv, hanem hiteles családi forrásból, illetve S. Nagy Istvánnak az emlékeiből. Igen, nagyon sok pályatársal találkoztam, illetve családtagokkal, Máté Péter volt osztálytársaival, hakni szervezővel, tehát nagyon-nagyon szertágazó volt az a csapat, akikkel én beszélgethettem Máté Péter életéről, munkásságáról, és valóban kifejezetten elhatároztam, hogy nem fogom a bulvárt felhasználni, hanem azt tartom szem előtt, hogy mit is hagyott nekünk örökségül Máté Péter. És azt gondolom, hogy nem azt, ami a bulvár sajtóban felbukkan a mai napig, hogyha az interneten rákeresünk Máté Péterre, hanem inkább a dalait próbáltam, a személyiségét megfejteni a saját módomon. Tehát ugyanúgy játszottam idézőjelben az ő történetével, ahogy a történelemmel szoktam. A történelmi regényeimben inkább a történelem maga adja a színteret, az a valóság, és ahhoz szoktam kitalálni egy fiktív családot. Most ez megfordult, egy valós személyhez alakítottam azokat a fiktív elemeket, amik az ő hitelességén nem csorbítanak, de mégis regényessé válik tőle az élete. Már ez a harmadik állomása az olvasókkal való találkozásnak, ugye a maga az írás folyamata az eléggé magányos tevékenység. Hogyan tudsz töltekezni ilyenkor az olvasókkal való találkozáskor? A beszélgetések, a kérdések azok nagyon feltöltenek, amikor húsvér emberré válnak azok, akik a kezükbe veszik a könyveimet, amikor elkészülök egy kézirattal, és ez éppen a mai napon adtam le a karácsonykor megjelenő kéziratomat, akkor nem tudom, hogy mi lesz a sorsa, milyen éjjeli szekrényekre kerül, ki fogja a kezébe fogni. A könyvtárban, a különböző könyvtárakban az országban szerte, kik keresik majd az én könyveimet, vagy akár a könyvesboltokban. Ezzel a gondolattal szoktam játszani, és nagyon-nagyon izgalmas, és amikor elmegyek egy író-olvasó találkozóra, akkor ott ezek az emberek megjelennek, és az egész, ami számomra olyan hihetetlen, hogy hányan és hányan, tehát nagyon-nagyon sok ember olvassa a könyveimet, és ez valami elképesztően jó érzés, de még mindig hihetetlen. És amikor egy ilyen találkozón vagyok, akkor ezek az emberek testet öltenek, és ez nagyon pozitív.